Ez egy tragédia volt, mint minden határrendezés. 1920. június 4-én Trianonban. Nagyon-nagyon megváltozott minden az egész községbe. Több millió magyar sorsa pecsételődött meg. A román uralomról köszönték szépen, nem kértek. De két szatmári falu ellenállt a számüzetésnek. Beszki Sándor és az ő munkatársai elmentek Nagy Károlyba, és éjjel titokban elhozták a vállaliratokat. Két helyi hős. Vitéz Gálajos tevékenységét követően Zajta visszakerült Magyarországhoz. Két kalandos történet arról. Először meg voltam győződve arról, hogy ez semmi más, mint egy ilyen lokális történelem, egy lokális legendárium. Azonban kiderült, hogy van ennek némi alapja. Hogyan ragaszkodtak hazájukhoz a Trianonban száműzött magyarok? Ragaszkodás, Bálay és Zajta története.